Bödecs Pál lett kiskunhonos díszpolgára, az ünnepi testületi ülésen vette át az elismerést a polgármestertől. Nyár indító főtérparti, a két nap során sokan részt vettek a városközponti rendezvényen. A ballagások hétvégéje, a várisok és a bibósok is búcsút vettek iskolájuktól. Megkezdődtek az érettségi vizsgák, a fiatalok elsőként a magyar nyelv és irodalom feladatsort írták meg. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió hétfő esti hír összefoglalója. Bödecs Pál lett kiskunhalas új díszpolgára. A református elnök lelkész a városnapi alkalmából tartott ünnepi képviselőtestületi ülésen vehette át az elismerést Fülöp Róbert polgármestertől. Az ünnepség az országzászló emlékműnél a nemzeti lobogó felvonásával vette kezdetét. Az ünneplők ezt követően a Torma János Múzeumban gyűltek össze a díszpolgári cím átadására. Fülöp Róbert polgármester köszöntőjében összefoglalta az eddigi fejlesztéseket, valamint elismerően szólt Bödecs Pál életútjáról. A nagy tiszteletű lelkész úr ezennel Kiskunhalas 48. díszpolgára, amelyel olyan előkelő klubhoz csatlakozik, amelynek tagjai például Kossuth Lajos vagy Jókai Mór. A püspökség elismerő szavait Kuris István László alpolgármester olvasta fel. Sokrétű tevékenysége kovászként érleli Kiskunhalas és környéke közösségének összetartozását. Egyházunkban számos tisztség terheit hordozta. Volt egyházmegyei és egyházkerületi tanácsos, egyházmegyei lelkészi főjegyző, egyházmegyei bíró, de lényegi szolgálata a gyülekezeti, a református lelkészi, melyben ahogyan minden munkájában, házastársa, nagy tiszteletű Bödesnyi Szalai Hajnal asszony és számos lelkész munkatársa segítették. Bödecs Pál életútját dr. Bognárné Nagy Éva önkormányzati képviselő méltatta. A hosszú évek alatt számtalan egyházmegyei és egyházkerületi megbízást kapott. Több cikluson át volt tanulmányi előadó, az Emmaus újság szerkesztője, egyházmegyei tanácsos, az egyházmegye küldöttje, az egyházkerületi közgyűlésen, később a Bács-Kiskunsági egyházkerület főjegyzője, majd az egyházmegyei bíróság tagja. Ma már bátran nevezhető történelmi időkben, politikai ellenszélben, hiányos személyi és anyagi feltételek között kezdett hozzá a Sziládi Áron Református Gimnázium újraindításához. A díszpolgári oklevelet a halasi csipkét és a címmel járó aranypecsétgyűrűt Fülöp Róbert polgármester adta át Bödecs Pál elnök lelkésznek. Bödecs Pál meghatottan szólt az elismerésről, mint mondta, nagyon tevékeny 3 évtizedet töltött ebben a közösségben. Úgy gondolom, hogy ez egy szép, közös munka is volt, Fülöp Róbert polgármester úrnak a barátságát is, a képviselő uraknak és hölgyeknek a jó indulatát és segítségét, és hogy érezték, hogy és éreztették mindig, hogy együtt vagyunk és együtt akarjuk szebbé és jobbá tenni ezt a közösséget. Felekezettől, politikai nézettől függetlenül akár. Mert ez a legfontosabb, hogy ezt akarjuk mindannyian, és az országban is ez a legfontosabb, hogy az országnak a javát akarjuk közösen, és nem a magunkét, ahogy szép volt püspök úrnak is kedves szavai is, hogy ez a lényeg, hogy legyen valami nagyobb nálunk, amire az életünket föl tudjuk tenni, és azt tudjuk mondani, hogy hát igen, ezért érdemes volt ezt a 30 évet, az életem legszebb idejét itt tölteni és ide ajándékozni. Pányai Gábor kormánybiztos a városnapján felidézte az egykori Jászkun önmegváltás körülményeit, az akkori emberek szabadságvágyáról is szólt. A szabadság szerető népének, a halasiaknak, a kunoknak és a magyaroknak és mindenki másnak, aki velünk együtt él, kívánok én magam itt innen a pulpitustól türelmet, bátorságot, bölcsességet, és mindemellett pedig azt tudom már, a jó egészség nagyon nem mellékes, hogy mellé pakoljuk ezt is, hosszú életet és sok-sok olyan barátot, aki elő vagy utóbb született vagy díszjelzővel tisztelt polgáraként ennek a városnak, ennek a közösségnek, ennek a Dél-Bács-megyei
alsó-kiskasai területnek, mint kapitányai, mint vezetői, mint segítői, igenis próbálnak egyre közel menni az a vágyhoz, hogy itt megmaradhassanak és hazatérhessenek mindazok, akik innét elmentek, és ez egyébként vonatkozik azokra is, akik bár díszpolgárok, de még elmentek, de akár vissza is jöhetnek egyszer valamikor. Sokan látogattak el a halasi nyárindító főtérpartira. A kétnapos rendezvényen a koncertek mellett az érdeklődőket széles gasztronómiai kínálat, kirakodó vásár, illetve a gyerekeket sokféle játék várta. A helyi zenekarok mellett fellépett Fazekas Eszter és a Supergroup, hanem az alány és Szofi, illetve Paulina, de táncos, sportos bemutatók is voltak. Pörgős volt a hétvége, zene, játékok, finomságok és vásárosok, mindez Kiskolas központjában, a nyárindító főtérpartin. Sokan várták már, hogy elkezdődjön a szezon első nagy fesztiválja. A Halasi Városmenedzser Kft. Szervezésében sok program várta az érdeklődőket. Finom sörök, finom ételek vannak, kijöttünk, megpróbáljuk ezeket az ételeket, italokat. Közben nézelődünk barátokkal, találkozunk, üdvözöljük egymást, és eltelik velünk az idő. Szerintem többet kéne igényelni a város, mert nincs kifejezetten egyébként úgy más, ami lehetne, ahova össze lehetne jönni egy kicsit így, kiülni, beszélgetni, barátokkal összejönni. Programkínálatban mi az, amit kinéztek, mi az, amit szeretnének majd megnézni, meghallgatni? Igazándiból nem néztük meg a programot, ez olyan már évek óta, ha kijövünk. Én nem tudom, hogy te nézted, de én nem. De gyerekek azok nézik, és akkor ők szokták mondani, hogy anyu most jönni kell, most, és akkor éppen várjuk őket, ők is fognak jönni majd, az unokák is. A nyárindító főtérpartin a gyerekek sem unatkoztak. Nekem az az Antós tetszett. Meg még nekem az a trambulinos is. Meg még megkívántam a kültös kalácsot. Ugye? Itt voltam még egyszer, és akkor nem ilyen trambuli volt, hanem másmilyen. A zenét szereted, de itt koncertek is lesznek. Igen, de akkor most ott voltam. Hát akkor majd tombolhatsz. Igen. Családok, baráti társaságok, sőt még leendő osztálytársak is együtt szórakoztak a főtérpartin. Az zenére vagyok leginkább kíváncsi, meg hát igazából a jövőbeli osztálytársaimra jöttünk találkozni, és őket akartam megismerni. Hát úgy látom, hogy akkor már gyorsan ismerkedtettek, mert egész jó kedv van itt. Igen, igen, nagyon jó kedv van, hála Istennek. Kezdődnek a koncertek, lesz a majd itt tombolás? Hát kicsi, nem kicsi, csak kicsit, kicsit. A főtérpartin koncertet adott Fazekas Eszter és a Supergroup, Nem az a lány és Szofi, illetve Paulina is. Most kezdődtek igazából a koncertek, hát nagyon erős lesz, és nagyon-nagyon boldog vagyok tőle, hogy tele van a naptárunk, ez maradjon is így, mert mi tényleg attól vagyunk boldogok, hogy színpadon állhatunk, és csodálatos élmények várnak ránk szerintem. Nagyon fontosnak tartom, hogy élő zenével érkezzek mindenhova, már csak zenekarral megyek egyébként mindenhova, pont amiatt, mert én egy olyan zenét írok, egy olyan zenét szeretnék színpadra tenni, amihez fontos a hangszeres kíséret, és látom az embereken, hogy értékelik is, tehát megéri. A két nap során helyi zenekarok is felléptek, illetve többféle sport és tánc bemutató is volt. Sikeres volt a borudvar, mindkét nap megtelt a Városháza díszudvara. Idén 17. alkalommal nyitotta meg kapuit a halasi borudvar. A Bordás Zoltán által szervezett programra ismét szép számmal eljöttek a borászatok, pincészetek. A kétnapos rendezvényen koncertek, táncházak várták a látogatókat. Az eseményt Bányai Gábor kormánybiztos és Fülöp Róbert polgármester nyitotta meg. A Kulturesz Moris Redemptionis borlovag rend is itt tartotta ünnepségét, melyen Faddi János kapott országos elismerést. A Provino díjat Kovács Róbert, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke adta át. A halasi borlovagok tagjai közé fogadták Kovács Róbertet, a borudvar színpadán mondta el az esküszöveget és sikeresen meglovagolta a felnyergelt hordót. További részletek a keddesti híradóban lesznek láthatók.
Nemzetközi fúvós zenekari találkozó helyszíne volt Kiskunhalas vasárnap. A Halas koncertben meghívására Kiskunhalasra látogatott Szegedről a Fricsai Ferenc városi fúvós zenekar, a Kalocsai fúvós zenekar, valamint a Lepoglavai fúvós zenekar. Kiskunhalas főterén mind a 9 műsorszámot a 140 zenész együtt játszotta el a 4 karmester váltott vezényletével. A közönség rendre vastapssal jutalmazta a produkciókat, sorra ráadást kérve a zenészektől. A találkozóról bővebben összefoglalót láthatnak majd a szerdai híradóban. Gyászol a kiskunhalasi Semmelweis kórház, gyászolnak a barátok, a kollégák. Az egészségügyi intézmény a közösségi oldalán tette közzé, hogy elhunyt dr. Palásti Magdolna, a neurológiai osztály főorvosa. Gyászol kórházunk minden dolgozója, a neurológiai osztály, elvesztettünk egy orvost, kollégát, barátot, egy nagyon jó embert, írták. Dr. Palásti Magdolna orvosi hivatását a kiskunhalasi Semmelweis kórház és rendelőintézetben kezdte, fő szakterületei a pszichiátria, az addiktológia és a neurológia voltak. Pénteken délután folytatódott a középiskolás ballagások sora. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István szakképző iskolájának végzősei köszöntek el az intézménytől, oktatóiktól, diáktársaiktól. Az ünnepségre teljesen megtelt az iskola udvara, ahová egymás után érkezett be a 7 osztály, osztályfőnökeik vezetésével. A verőfényes napsütésben megrendezett ünnepségen dr. Komáromi Szilárd igazgató mondott köszöntőt, majd ő adta át az iskola elismerő díjait. Idén 13-an vehették át az intézmény kitüntetéseit. Az ünnepség zárásaként a búcsúzó tanulók szalagot kötöttek az iskola zászlóra, és megőrzésre átadták az itt maradó diákoknak. Május 6-án szombaton délelőtt a Bibó István gimnázium végzősei búcsúztak az Alma Mátertől. A ballagók az aulában és osztálytermeikben búcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól, az alsóbb évfolyamos diáktársaktól, majd közösen átvonultak a sportcsarnokba. Az ünnepélyes zászlóátadást követően zenés műsort adtak elő a diákok. Az iskola nevében Csorba Imre igazgató búcsúzott el a ballagóktól, majd elismeréseket vettek át a legkiemelkedőbb teljesítmény nyújtó tanulók és az iskola közösségi életében aktívan résztvevő szülők, segítők. A sportcsarnok közönsége nagy tapssal honorálta az elismerésben részesülteket. A díjak átadásával befejeződött a Bibó István gimnázium hivatalos ballagási ünnepsége. A diákok oszlopban vonultak ki a sportcsarnokból az iskola díszudvarába, ahol már a szülők, rokonok, barátok vártak rájuk, hogy gratulálhassanak és átadhassák virágcsokraikat, ajándéktárgyaikat. Az ország számos településéhez hasonlóan városunkban is megkezdték az érettségi vizsgákat a végzős középiskolások. A fiatalok elsőként a magyar nyelv és irodalom feladatsort írták meg. Amikor végeztek, akkor itt a többiekkel másodszor össze lehet futni. Hasznos információkkal látja el a vizsgázókat a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója az iskola sportcsarnokában. Az érettségire érkező 12-esek az írásbeli megkezdése előtt egy közös imát is elmondtak Gyirán Péter atya vezetésével, aki pozitív gondolatokkal indította útjára a fiatalokat. Bízz önmagadban, bízz a képességeidben, bízz a tehetségedben, jó? Veregesd meg a válladat, hogy elértél idáig. 4 évet lenyomtál, teljesen nem mindegy, de ha 2-es vagy, ha 5-ös vagy, elértél idáig, jó? És ehhez szívből gratulálok neked. Ezt követően a diákok elfoglalhatták helyeiket a tantermekben, hogy aztán pontban 9 órakor elkezdődhessen a magyar írásbeli érettségi vizsga. Vizsgát kezdhetitek, sok sikert kívánok! A vizsga első részében egy kortárs magyar írónő 2018-ban megjelent, borokról szóló ismeretterjesztő szövegét kapták a középszinten érettségizők a szövegértési részben. A szövegalkotási feladatban 120-200 szó terjedelemben a Bringáza Suliba kampány mellett kellett érvelniük, vagy szintén ebben a terjedelemben egy ajánló levelet írhattak. A fiatalokat arról kérdeztük, hogyan készültek fel a vizsgára. Igazából a múlt héten már inkább pihentem, de azért tegnap felkészültem a magyar érettségére, így átnéztem a novella elemzés menetét, ilyesmi. Mit jelent számodra az, hogy itt vagy az érettséginél és elértél ideig?
Hát igazából furcsa, nagyon gyorsan eltelt ez a 4 év. Örülök, hogy itt tartok, és hát most jön a nagy menet. Szerintem a legtöbb mindenre jól felkészültem, a szerdai törítől tartok, arra még van mit készülni. Inkább humán vagy, reál beállítottságú vagy? Reál beállítottságú vagyok, a matek azt szerintem jól fog sikerülni, remélem. Hogyan próbálod beosztani az erődet itt a hét során az írásbelikem? Hát, ahogy hazaérek, próbálok minél többet pihenni és regenerálódni a következő napra. Melyik tantárgy, amit leginkább vársz, mi az, amitől egy picit tartasz esetleg? Legjobb a matekot várom, és a nyelvitől tartok leginkább. A TEKU igazgató helyettese kérdésünkre elmondta, sikeres felkészülési időszakon vannak túl a végzős diákok. Ebben a tanévben 4 érettségiző osztályunk van, 3 technikumi osztályunk és egy gimnáziumi, az összesen 119 tanuló, aki érettségizik. Közülük 43 tanuló tesz emelt szintű érettségi vizsgát, jellemzően egy tantárgyból. Vannak még egy 10-12 olyan szakképzős tanulónk, akik ismétlő, kiegészítő vagy szinte mellő érettségiznek. Ők elsősorban emelt szintű vizsgára jelentkeztek, és nyilván a céljuk az, hogy a felsőfokú továbbtanuláshoz javítsák a felvételi pontszámukat. Mindig beleadunk apai tanyait, ugyan ez az évfolyam az, akik még a digitális oktatást megsínlették, úgymond, de én úgy gondolom, hogy sikerült nekik felzárkózni, és a próba érettségik eredménye azt mutatja, hogy minden valószínűséggel jó eséllyel indulnak a igazi megmérettetésen is. A folytatásban röviden összefoglaljuk mai híradónk főbb híreit. Bödecs Pál lett kiskunhalas díszpolgára, az ünnepi testületi ülésen vette át az elismerést a polgármestertől. Nyárindító főtérparti, a 2 nap során sokan részt vettek a városközponti rendezvényen. A ballagások hétvégéje, a várisok és a bibósok is búcsút vettek iskolájuktól. Megkezdődtek az érettségi vizsgák, a fiatalok elsőként a magyar nyelv és irodalom feladatsort írták meg. Kedves nézőink, a folytatásban jön az időjárás előrejelzés, majd a szilárd és ballagásról mutatunk egy 8 perces részletet. Friss hír összefoglalóval legközelebb pedig holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Felhívom figyelmüket arra, hogy iratkozzanak fel a Halas Televízió YouTube csatornájára, kövessék be a Halas Média Facebook oldalát, valamint szintén figyelmükbe ajánlom a halasmedia.hu hírportálunkat. Szép estét kívánok, viszontlátásra!